A karácsony egy nagyon érdekes dolog, ugye kis Jézus születése, a remény az egész emberiség számára, hogy bűneink megbocsátanak, amiket elkövettünk egész évben, és hogyha esetlegesen én valakit akaratomon kívül megbántottam volna ebben az évben, akkor hát gyerekek, bocsássatok meg nekem, jövőre figyelmesebb leszek, türelmesebb leszek. Nem akarok politizálni, de tudjátok, hogy sokan vagyunk, de nem elegen, úgyhogy mindenki hozzon még egy embert vagy kettőt, hiszen két kezünk van. És karácsonykor elgondolkodunk azon, hogy mi az, amit mi kaptunk az élettől, a Forever-től, a Forever családtól, a privát családunktól, hogy milyen ajándékokat kaptunk évközben. És én most ebben a pár percben, nagyon rövid leszek, megígérem nektek, ebben a pár percben arra kérnélek benneteket, hogy ne csak ebben a pár napban, advent idejekor legyen a szívetekben, a lelketekben karácsony, hanem az év 365 napjában. Igazándiból nekünk a Foreverben nagyon sok rendezvényünk van, nagyon sok találkozónk van. Nekem ezek a találkozók, amikor ismét találkozhatok veletek, mindig olyan, mint a karácsony. Rendkívül sok szeretetet kapok tőletek, és igyekszem ezt meghálálni. És ilyenkor karácsonykor már eszünkbe jut, hogy hamarosan itt a szilveszter, elkezdünk készülni a bulira, és szilveszterkor mindenféle fogadalmakat teszünk, amiket általában ugye nem tartunk be, csak néhány hétig esetlegesen. De ha nem találkoznék veletek, mert nektek is dolgotok van, és nekem is nagyon sok munkám van még, akkor én azt kívánom nektek, hogy ebben az évben minden újévi fogadalmatok váljon valóra. És a karácsony megint csak arról szól, hogy hát arról szól, hogy sokat eszünk és jókat. Felvettem ezt a kis öltönyt, amit egy ancugot egy hónappal ezelőtt rám igazítottak, és az a helyzet, hogy nekem már megkezdődött a karácsony, úgyhogy komolyan mondom, hogy begombolva sokkal csinosabb volt. A helyzet az, ugye alsót nem gomboljuk, urak, jó, csak a felsőt, de hát behúzott hassal nem tudok beszélni, úgyhogy ki kell ezt így gombolni. Tehát egyetek jó sokat, megmondom miért, mert ha jó sokat esztek karácsonykor, meg jó sokat isztok, akkor lesz jó forgalmunk, mert elsőjén kollektíve nekiállunk egy C9-es programnak. Benne vagytok? Nagyszerű! Oké, és akkor ki az, aki folytatja majd velem az F15-össel? Na, lusták vagyunk, ugye? Lusták vagyunk. Tehát csináljuk meg azt is. Gyerekek, a karácsony arról szól, hogy ilyenkor otthon vagyunk, és a tűzhely melege mellett beszélgetünk, elgondolkodunk, és egy érzést, a karácsonyi nyugalom érzését, ez a bárcsak mindig ilyen lenne. Ismerős? Bárcsak mindig karácsony lenne, bárcsak mindig ilyen harmónia és szeretet lenne, és az érzéseket a zene, ami felerősíti benned. Ki az, aki úgy érzi, hogy egy dal karácsonykor? Amihez a lelked, a szíved. És én nem véletlen kértem meg Gábort, hogy a Wham együttesnek a Last Christmas című nótáját tegyék be. Ebből kiderült az, hogy nem mostanában ballaktam az oviból. Igen, nagyon sok embernek ez a nóta jelenti a karácsonyt, és érdekes dolog, Smash Gabival beszéltük, hogy ez nekem megvan bakeliten eredetibe, nyugati nyomás. Ez megint sok mindent elárul rólam. És van egy másik dal, amit karácsonykor sokat hallgatok, és nagyon szeretem a videóklipjét is, és abban a videóklipben Fekete Afrika és sovány gyermekek szerepelnek, ugyanis a Band Aid nevű együttes alkotta 1984-ben, és annak a dalnak az a címe, hogy Do They Know It's Christmas? Hogy ők tudják, hogy karácsony van, mert ugye
Vannak, akiknek arról szól a karácsony, hogy minél drágább ajándékot kapjanak, hogy minél szebb legyen a karácsonyfa. Vannak olyan emberek, akiknek a karácsony azt jelenti, hogy szebben feldíszíteni a házat, mint a szomszédé, és közben vannak olyan emberek, akiknek étel nem jut a tányérukra karácsonykor, és ajándékról nem is álmodoznak. Karácsonykor sok minden van, ami dalokban megjelenik, és nekünk magyaroknak van egy olyan karácsonyi dalunk, ami szerintem nincs olyan lakás, nincs olyan ház, nincs olyan család, ahol az a dal karácsonykor el ne hangzana. Ez a dal azért is különleges és érdekes, mert képzeljétek el, hogy 1978-ban született. Tudjátok, mi született 1978-ban még, kedves foreverösök? Így van, így van. 1978-ban indult el ez a gyönyörű vállalkozás, hogy bearanyozza emberek millióinak az életét a termékekkel és a marketingtervel. És 1978-ban S. Nagy István írt egy olyan szöveget, amit egészen biztos, hogy ti is kívülről fújtok. 100%. És ehhez 1978-ban a Piramis Együttes írt egy dallamot, és ezt a dallamot és ezt a szöveget most összekötjük, és közösen elénekeljük, jó? Én kérnék szépen akkor egy kis muzsikát ehhez, és segítsetek! Igazabb életet, így is karácsony.